karúval támadt a halőrökre, vádat emeltek a férfi ellen. Folyamatban van a kerékpárút kivitelezése, a kapu bejárók használatára kértek segítséget a Kossuth utca érintett szakaszának lakói. Több mint 10 milliós beruházás a kiskolnasi egyminél, új lesz a főbejárat és a játszóudvar. Várják a szülők visszajelzéseit, a tavaszi szünetben is jár ebéd a nehéz helyzetben élő gyerekeknek. Jó estét kívánok! A Halas Televízió keddi hír összefoglalóját látják, már is jövünk a részletekkel. Bottal támadta halőrökre, vádat emeltek ellene. Egy halasi férfi tavaly novemberben a Sóstól lezárt partszakaszán engedély nélkül horgászott, amikor az egyenruhás halászati őrök tetten érték. Közfeladatukat teljesítve intézkedni akartak az orvhalásszal szemben, ő azonban elfutott. Rövid keresés után utolérték, ám ő magához vett egy fakarót és azzal fenyegette meg, illetve próbálta magától távol tartani az őt igazoltatni akaró halőröket. A férfi végül elmenekült, mobiltelefonja azonban kiesett a zsebéből, azt a kiskunhalasi rendőrök megtalálták és lefoglalták. Az ügyészség az orvhalászt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettével vádolja, ügyében a kiskunhalasi járásbíróság fog dönteni. Végéhez közeledik a felújítás a kiskunhalasi egymi, óvoda és általános iskolának és a kiskunhalasi alapfokú művészeti iskolának helytadó köztársaság utcai épület komplexumnál. A főbejáratnál, valamint az udvaron dolgoznak a szakemberek. Az intézmény vezetője elmondta, még egy színpadot is kialakítottak az udvaron, valamint több egyéb praktikus megoldást is kitaláltak. Javában tart még a munka a főbejáratnál. A kivitelezők felszedték a több évtizedes burkolatot és kialakítják az új feljárót. A tankerület megbízásából zajlanak ezek a munkaműveletek. Régi vágya volt már ez az iskola vezetésnek, hogy felújítsuk az udvart, mert az itt található beton föltöredezett és balesetveszélyes volt. És hát több mint 10 millió forint értékben kerül felújításra most ez a játszóudvar és a főbejárat is. Mint ahogy látszik is, térkövezés már elkészült, a főbejáratnál szintén térkövezés és metlakizás lesz. Tehát szeretnénk a pedagógusok és a gyerekek igényének megfelelő udvart és bejáratot kialakítani. Zeneiskolával együtt találtuk ki, hogy legyen itt egy kis színpad. A zenészeknek jó lesz az, amikor majd lesznek a gyerekeknek a bemutatói. Nekünk is a rendezvényeink, amit az udvaron tudunk tartani, például a ballagáshoz biztos, hogy nagy segítségünk lesz. Így össze tudunk dolgozni a zenészekkel, és megállapodtunk az igazgató asszonyra, hogy ide akkor készítünk egy kis színpadot. Sörös Imre, a kiskunhalasi egymi óvoda és általános iskola igazgatója úgy gondolja, a kialakítás során több praktikus megoldást is kitaláltak. Nagyon rendes volt a Városgazda ZRT vezetőség, és aki itt a munkát végezte, kértük, hogy ha már ilyen szép udvarunk lesz, új udvarunk lesz, akkor a festéseket, amit minden évben megcsinálunk, azt váltsuk ki egy más színű térkővel. És ahogy látható az udvaron, tengópályát tudtunk kialakítani, kosárlabda pályánknak a szegélyezését meg tudtuk csinálni, sorakozókat nem kell festenünk az osztályoknak, térkővel ki tudtuk alakítani, kisebbeknek ugróiskolát tudtunk létrehozni. Próbáltuk olyan átalakítást végezni, hogy azért praktikus legyen, és ne évente festjük, hanem akkor így talán több évre előre megoldottuk ezt a problémát. Az épület több részére is ráférne még a felújítás, erre keresik a lehetőségeket. Szeretnénk még itt a játékok alá valami műanyag burkolatot rakni, mert még ez is balesetveszélyes lehet. Azon kívül szeretnénk energetikai pályázaton is felújítani az intézményt, ablakcserét, fűtéskorszerűsítést, és ha még netalántán beleférne, akkor egy nyeregtetőt az épületre. Várják a visszajelzéseket a tavaszi szünetes gyermekétkeztetésre. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek a közelgő tavaszi szünetben is kaphatnak díjmentesen ebédet. A tavaszi szünet munkanapjaira lehet a melegétkeztetést igényelni. Az érintetteket levélben is értesítik. A családban élő valamennyi gyermek esetében gyermekenként külön-külön nyilatkoznia kell a szülőknek. Az igénylő lapokat a Városháza szociálpolitikai csoportjához kell eljuttatni legkésőbb március 26-áig.
akik nem igénylik a szünidei étkeztetést, azoktól is kérnek visszajelzést. Az érintett bölcsödések, óvodások esetében nincs tavaszi szünet, részükre az étkeztetés az intézményben, bölcsödében, óvodában biztosított. Folyamatban van az új halasi kerékpárút kivitelezése, ami a Kossuth utcát is érinti, a lámpás kereszteződéstől a vasútállomásig. Az itt élők a kerékpárút miatt nem tudják majd úgy használni a kapubejáróikat, mint eddig. Ezt jelezték az önkormányzat felé, és remélik, hogy sikerül megoldást találni a felvetéseikre. Már a Kossuth utcán is látszik, hogy hol vezet majd az új halasi kerékpárút, ami a városközponttól egészen a vasútállomásig tart. Többféle szempontot is figyelembe kellett venni a nyomvonal ezen szakaszának a kialakításakor. A kivitelezés első fázisaként kijelölése került a nyomvonalnak a tervezett helye. Ez látható már itt is, a felső humusz réteget azt leszette a kivitelező. Innen látható az, hogy pontosan hol fog majd haladni a kerékpárút. A következő fázis az alaptestnek a kiszedése, illetve a tükörkiszedés történik, majd ezt követően az alépítmény és a kerékpárútnak a burkolata. Itt ugye nagyon szélesnek tűnik a közterület az útest és a járda között, de sok korlátozó tényező volt a nyomvonalnak a kijelölése kapcsán. Ugye egyrészt a fasor, amit mindenképpen szerettünk volna megőrizni, valamint az úttal párhuzamosan futó közművek, amik ugye nem látszanak, de itt vannak elég nagy sűrűséggel. Ezekre mind figyelemmel kellett lenni akkor, amikor kijelölése került a nyomvonal. A Kossuth utca érintett szakaszának lakói aggódnak a kapubejáróik miatt. Aláírást gyűjtöttek és jelezték felvetésüket a városvezetésnek. Látható is a nyomvonal, megszünteti a kapubejárónkat, nem tudunk saját ingatlanunk előtt autónkkal parkolni, illetve rengeteg zöld területet is elvesz a kivitelezés. Az önkormányzatnál megvizsgálták a lakók felvetését. Az itteni kapubejárók elég szélesek, illetve hát, hogy szélesek közterület, ezért a kapubejárók hosszúak voltak. Ez nyilván egy kellemes, kényelmes lehetőséget adott az eddigiekben, hiszen meg lehetett állni a kapu előtt, és a kapubejáró nem zavart senkit. Ugye ez a lehetőség ez most megszűnik, illetve hogy korlátozva lesz, mert a kerékpárút pont a kapubejárók közepén fog keresztül haladni. Tehát a bejárásnál itt sajnos lehet, hogy probléma fog majd akadni, illetve hát, hogy amíg a kaput ki nem nyitják, addig vagy az autó eleje lóg a járdára, vagy a hátulja a kerékpárútra. Itt nyilván mindenkinek közösen figyelnie kell a többi közlekedőre. Az önkormányzat általában a közterületek tulajdonosa, tehát nagyon sok helyen az önkormányzatnál van a megoldás kulcsa. Jelen esetben viszont nem, mert a Kossuth utca, az útburkolat az állami közúthálózatnak a része, maga a közterület pedig a magyar állami. Tehát itt az engedélyezés során és a tulajdonosi hozzájárulás során is a magyar államhoz kell fordulni, illetve az állami közútkezelőhöz. Az önkormányzatunk abban tud segíteni a lakóknak, hogy megadtuk olyan tervezőknek az elérhetőségét, akik ebben az ügyintézésben tudnak nekik segíteni. A lakók remélik, hogy sikerül az ingatlanjaik előtt parkolókat kialakítani. Abba bízunk, hogy hát az általunk javasolt közterületi parkolót fogunk léptesíteni ingatlanjaink előtt. Megpróbáljuk engedélyeztetni, bízunk benne, hogy a műszaki osztály építőjellegűen segíti ezt a törekvésünket. De gyakorlatban hogyan néz neki? Hát úgy arról lenne szó, hogy minden portának relatíve járna, idézőjelbe, egy közterületi parkoló párhuzamosan a Kossuth utca forgalmával. Így néz neki. Így, ahogy eddig is fölálltunk, most nem egyenesen állunk föl, hanem egyből ferdén. A lakók elmondása szerint mindenképpen jó lenne kialakítani a plusz parkolókat, hiszen az utca túloldalán is folyamatosan annyi a parkoló jármű, hogy számukra ott már nem lenne hely. Egyre aktívabbak a helyi szervezetek, 43 kiskunhalasi közösségi projekt ötletet támogat Magyarország kormánya, összesen több mint 19 millió forinttal, tette közzé a napokban Fülöp Róbert polgármester. 35 nyertes helyi szervezet kap támogatást a Nemzeti Együttműködési Alaptól, összesen 16 millió forint összegben, és két további pályázatot nyújtottak be halasi szervezetek normatív alapon adományuk után, melyre 794 ezer forint támogatás érkezik. A helyi közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint hitéleti programokra kiírt pályázaton további 2,5 millió forint támogatás érkezik a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 6 kiskunhalasi nevelési oktatási intézményhez és egyházközséghez.
Rendkívüli ügyfelfogadást vezetett be az Agrárkamara is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a lehető legminimálisabbra csökkenti a koronavírus járvány terjedésének lehetőségét. A személyes ügyféltalálkozások számát ezzel is óvva mintegy a kamarai tagok, valamint munkavállalói egészségét. A NAK kéri tagjait, hogy elsősorban elektronikus úton, e-mailben, illetve telefonon lépjenek kapcsolatba a falugazdászokkal. Amennyiben a kiemelten indokolt esetekben elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, akkor csak e-mailben vagy telefonon előreegyeztetett időpontban keressék fel a falugazdászokat. A NAK ügyfélszolgálata az ügyfélszolgálat@nak.hu címen, illetve az ingyenesen hívható 0680 900 365-ös zöld számon is a tagok rendelkezésére áll. Furcsa és még furcsább helyzeteket okoz a pandémia a sportban is, de az egészség, a védekezés mindennél fontosabb. A kiskunhalasi UKSC például hetek óta nem tud edzeni és bajnoki mérkőzéseket játszani Halason, mert a két szóba jöhető sportcsarnok oktatási intézményhez kapcsolódik, így a korlátozások értelmében nem lehetnek ott rendezvények. A szakszövetség azonban folyamatosan szervezi, rendezi a bajnokságokat, így a kiskunhalasi UKSC hazai pályán játszotta NB2-es bajnoki mérkőzését. Hazai bajnoki mérkőzésére készülődött a kiskunhalasi UKSC az NB2-es bajnokság soros fordulójában. A párharc azonban Kiskunhalas helyett Kelebián zajlott. Azért játszunk itt Kelebián, mert a kézilabda szövetség az NB1, NB1B és NB2-es férfi mérkőzésekhez ragaszkodik, hogy meg legyenek tartva. Mivel Kiskunhalason ugye nem tudunk a termekbe se edzeni, se mérkőzéseket játszani, így ide Kelebiánra lettünk, hát úgymond kiszorítva, és itt fogjuk ma lejátszani mérkőzésünket. A kékmezes dunapartiak szerezték a találkozó első gólját, majd kiegyenlített a Halas. Jó 10 percen át nagyszerűen tartotta magát a rengeteg sebből vérző UKSC, aztán 2-3, majd 4 találattal ellépett a dac. 17-21-el fordultak a csapatok, és ekkora sajnos már több tekintetben is elfogyott a pályaválasztó. Folyamatosan nőtt a különbség, a félidő felére már 10 volt közte. A hajrában még megpróbált feljebb kapaszkodni a sárgamezes együttes, de a dobogóvárományos bebiztosította magabiztos sikerét. Kiskunhalasi UKSC, Dunajvárosi AC, 26-40. Én tudtam, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Tudtuk a Halasnak a problémáiról. Hát sajnos a héten bebizonyosodott, hogy mi is nagyon karcsúan tudunk eljönni. Sok megbetegedés, egyéb probléma volt egész héten. Nagyon nehéz egy ilyen meccsen, egy ilyen csapat ellen játszani. Ezt a fél időben bebizonyította a Halas. Nagyon jól játszottak, lelkesek voltak. Úgy gondolom a második fél időre a jobb erőlét kijött, és azzal tudtuk megnyerni a mérkőzést. Nagyon sok betegünk van, nagyon sok a hiányzónk. Gyakorlatilag 3 hete nem tudtunk edzeni. Megvannak természetesen ettől a szabadtéri futás, meg a gumiszalagozás, de az nyilván az nem ugyanolyan. Ügyesen főszabad úton játszottak a srácok. Én ezt kértem tőlük, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget, mert legalább kézilabdázhatunk egy kicsit. Az első fél időt azt gondolom, hogy azt meglepetésszerűen nagyon-nagyon ügyesen hozták, és nagyon jól játszottak. Hát itt a másik fél időben produkáltunk egy 20 perc alatt 4 gólos játékot. Hát elfáradtunk gyakorlatilag, szinte cseré nélkül, hát egy cseré vagy 2 cserével ennyit tudtunk lehozni, de ettől függetlenül nagyon elégedett vagyok velük. Szerdán reggel jelenik meg a Halasi Tükör idei 11. száma. A lap felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt napokban megszaporodtak az avartüzek térségünkben, ennek kapcsán néhány fontos szabályt is felidéznek. A Tükörben megszólalt Kuris István László alpolgármester és dr. Baj Miklós kiskunhalas díszpolgára, akik betegségük kapcsán az egészségügyi dolgozók helytállását emelték ki. A heti portré vendége Jordanov Enikő, aki a közelmúltban Miklósa Erikától kapott sok hasznos tanácsot. Mándich László pedig arról beszélt, hogy mekkora jelentősége van a családi életében is a táncnak. Most pedig egy-egy mondatban felidézzük mai híradónk legfontosabb témáit. Karóval támadt a halőrökre, vádat emeltek a férfi ellen. Folyamatban van a kerékpárút kivitelezése, a kapu bejárók használatára kértek segítséget a Kossuth utca érintett szakaszának lakói. Több mint 10 milliós beruházás a kiskunhalasi egyminél, új lesz a főbejárat és a játszóudvar. Várják a szülők visszajelzéseit, a tavaszi szünetben is jár ebéd a nehéz helyzetben élő gyerekeknek.
Kedves nézőink, keddi hír összefoglalónkat látták, érdemes lesz azonban még az elkövetkező percekben is velünk tartani, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, megmutatjuk, hogy a következő 24 órában milyen időre készülhetnek városunkban és a környező településeken. Aztán pedig jön a napi mozaik, a mai műsorban a Rock Life zenekar koncertjében mutatunk néhány részletet. Én ezzel köszönöm meg mai megtisztelő figyelmüket, holnap este 7-kor is hozzuk a legfrissebb híreket. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!